Népszerűek a hazai zöldségek, gyümölcsök, de lepsze belőlük elég. A tavalyi fagykár miatt jelentős volt a terméskiesés, ez pedig áremelkedést okozott. A március végi hajnali fagyok miatt most is fennáll ennek a veszélye. 99%-ban hazai, szó szerint. A hajdúszoboszlói piacon is a hazai zöldség, gyümölcs a legnépszerűbb. A magyart keresik, hiszen ízharmóniája csak mindig a miénknek a legjobb. Elviszik a másikat is, de az sosem lesz olyan finom. De a termelők, az árusok és a vásárlóik is attól félnek, megismétlődnek a tavaly tavaszi fagyok. Sajnos ez az elkeserítő, hogy ma reggelre is még, azért ez nem egy vékony jég. A korai érésű kajszi baracknál már látszanak a fagykár nyomai ebben a hajdúsági gyümölcsösben. A tavalyi év nagyon szörnyen sikeredett, mert hogy a barackusok nagy része elfagyott Magyarországon. Most szerintem minden őstermelő, minden termelő azért szurkol, hogy most már ne fagyjon hajnalba. Sajnos még ma reggel is mínusz 5 fok volt, és a bimbókon látszik, hogy most már piros bimbóban vannak. Tehát rettenetesen tartunk attól, hogy idén is elfagy a termés egy része. A termelők nagy része próbál felkészülni arra, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a jövő héten is hajnalban mínuszfokok lesznek. Nyilván öntözéssel, füstöléssel, fagyvédelmi gyertyával lehet védekezni, de hogyha tartósan mínusz sok fok van, akkor reménytelen a helyzet, akkor sajnos a gyümölcsösök nagy része idén is el fog fagyni. Ha napközben felmelegszik a levegő, a gyümölcsfa virágai kinyílnak, a hajnali fagyban pedig elfagynak. Tavaly annyi virág volt rajta, és egy dekobbalasz se volt rajta, mindegy szálig levitte a fagy. Nem tudjuk most, hogy dekireződ, egy két hét múlva kiderül. Ha az kibírja, akkor talán megmarad. A termelők szerint, ha a következő egy-másfél hétben is fagyni fog éjszakánként, akkor megismétlődhet a tavalyi katasztrófa. Alig-alig lesz hazai zöldség és gyümölcs a piacokon. Paradicsomot arról nem is beszélve, hogy csak az őstermelőtől, meg magunk megtermeljük, akkor nem kell megvenni. Hogy paprikát is csak őstermelőtől, mert ez a külföldről hozott, az nem látott annyi napfényt, az íze teljesen más, mint a miénknek. Úgyhogy ezt szeretjük. Ha a fagykár miatt kevesebb lesz a termés, akkor a kevés többe fog kerülni. Idén ezt a helyzetet szeretnék elkerülni a gazdák és a vásárlók is.